A halálos baleset okozását beismerte, a bódult állapotban vezetést tagadta az a taxis, aki még 2020-ban ütközött össze Hallgas Tiborral, az egykori Fradi focistával. A volt NB1-es játékos a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség szerint H. Szilveszter bekokainozva vezetett, ráadásul jogosítványa sem volt. Az áldozat Hallgas Tibor csupán 38 éves volt. 2020. február 4-én egy értelmetlen balesetben meghalt a Fradi egykori NB1-es labdarúgója. Hallgas Tibor 38 éves volt. Egy felelőtlenül száguldozó taxis okozta halálát. Összeütköztek, és ahogyan az lenni szokott, a vétlen sofőr vesztette életét. A budapesti 18. és 19. kerületi bíróságon 3,5 év elteltével most elkezdődött az ügy tárgyalása. A közlekedési baleset tekintetében az ügyész, a vádlott és védője is elfogadta a bizonyítékokat, abban nem folytat majd bizonyítást a bíróság, kizárólag a bódult állapot miatt. Kérje azt, hogy az ügyésznő ismertesse a vádiratot. Vagy felolvassa. Nem. Azért mi elmondjuk, hogy a vádhatóság szerint mi történt azon az estén. A vádirat szerint a terhelt 2020. február 4-én az esti órákban kokaintól befolyásolt állapotban közlekedett autójával a Liszt Ferenc repülőtérre vezető úton, az Üllői út felől a Köki terminál irányába. Haladása során a Kressz több szabályát megszegve előzésbe kezdett, amely során áttért a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben érkező, ellentétes irányba közlekedő sértett személygépkocsijával. A sértett a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. H. Szilveszter a vád szerint bekokainozva, jogosítvány nélkül 140-nel száguldozott a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Előzni kezdett, ekkor ütközött össze a szemben lévő sávban szabályosan közlekedő Hallgas Tiborral. A tárgyalás elején a bíró tájékoztatta vádlottat jogairól és kötelezettségeiről. Itt a tárgyalási szakban tudnia kell, hogy amennyiben vallomást tesz. Más szemét hamisan vádolni bűncselekménnyel nem szabad, azért, mert azzal egy újabb bűncselekményt valósítana meg. Illetve elhunyt személy kegyeleti jogait a vallomásával nem sérthet. Megtetszett ezt érteni? H. Szilveszter csak részben ismerte el bűnösségét. Elismeri a bűnösségét, vagy nem? Baleset kapcsán elismeri. A baleset okozása kapcsán? Jó. Tehát akkor részben ismeri el. Én igaz, nem. Jó. Kíván-e vallomást tenni, vagy nem? Hogy dönt? Nem kívánok, én az előző vallomásot megtartom. Mivel a vádlott most nem kívánt vallomást tenni, egy korábbi nyilatkozatát olvasta fel a bíró. A baleset helyszínénél van egy kis szintkülönbség, mely korlátozta a beláthatóságot, teljes mértékben elismerem a felelősségemet a baleset okozásáért. A hallásom, látásom jó, nincs tudomásom az észlelésemet, vagy a vezetői képességeimet befolyásoló betegségről, gyógyszert nem szedek, nem éreztem rosszul magamat a balesetet megelőzően. Az elmúlt 24 órában nem fogyasztottam alkoholt vagy kábítószer hatású szert. Körülbelül egy hete fogyasztottam utoljára kábítószert, ez kokain volt. Arról nem nyilatkozom, hogy hogyan jutottam ehhez hozzá. A mennyiségére nem emlékszem. A kokain fogyasztást elismerte a vádlott, a bódult járművezetést tagadta. Éppen ezért igazságügyi orvos szakértőket idéznek majd tanúként annak eldöntésére, hogy H. Szilveszter vezetés előtt vagy egy héttel korábban fogyasztott kábítószert. Az egykori labdarúgó özvegye megtörtént nyilatkozott. Pont tegnap mondta, hogy az egyik osztálytársának elmegy az apukája külföldre dolgozni, és hogy sírt az osztálytársa, hogy karácsonyig nem látja az apukáját, mire azt mondta a kislányom, hogy milyen jó lenne, hogyha én karácsonykor láthatnám. A halálos baleset tárgyalása februárban folytatódik.